Sziasztok! Szeretném nektek bemutatni a Tuning Geeket. Aki követte az eseményeket, az látható, hogy hogyan alakult, szinte percről percre dokumentálva voltak a dolgok. Na most ez a modell annyiban tér el az eredeti verziótól, hogy szinte teljesen átér, az az igazság, ugyanis az eredeti verzió a vezérsíkok csak simán hajlakkal vannak lefújva, a szárny csomagoló szalagborítású és az oltőke is szintén csomagoló szalagborítású. Na most, mint láthatjuk, az oltőke le lett kerekítve, hogy áramvonalasabb legyen. A vezérsíkok el lettek végnyitva és le lettek üvegezve. A szárny pedig 25 g per négyzetméter üveget kapott műanyagtával, szépen rá lett vákumozva, gyönyörű lett a felület. Hát voltak problémák a vastag borító lemez miatt, a sarkoknál nem igazán akart összezáródni az alsó-felső felület, de később orvosolva lett a probléma, de gyönyörű, nagyon szép, sima, egyenletes és abszolút nem látszódik rajta semmi. Tehát egy gyönyörű felületet kaptam. Hát súlyban viszont azért többet jelent. Na most az eredeti Vic-nek a felszálló súlya azért az egészséges, ami egészséges, az a 95-100 g körül van. Ez egy átlagos időben, ha viszont már kicsit fúj a szél, jobban fúj a szél a kelleténél, akkor ugye mindenképp ballasztolni kell. Azért el kell pakolni annyi súlyt, hogy például most múltkor megmértem az egyik Vic-en, az 125 g-ra volt felsúlyozva. Tehát azért fújt a szél rendesen. Szóval lehet, hogy ő is ilyen szeles modell lesz, mert most jelen pillanatban 115 g berepülés előtt. És aztán ugye ki tudja, hogy kell-e még súly az órába, vagy sem. Lehet kifele kell szedni, ki kell szedni belőle, lehet majd kiderül, mi lesz a vége. Igazából kapott még egyébként olyan kis apró kis tuning alkatrészeket, például a dobót is ketánhoz, az általán készítő karbonlapból lett. Ugyanígy a kormányevelők, ezek mind SK karbonlapból készültek. Úgyhogy nekem nagyon tetszik a marákkal, nagyon várom, hogy megdobjam. Kíváncsi leszek, mi lesz a vége. Viszont itt a csűrőknél ezek a szervók, hát nem a pontosság mint a példányai be kell vallani, és egyformán milyen mind a kettő, mert hol az egyik, hol a másik pontatlan. Úgyhogy ezt meg is mutatom nektek, mindjárt bekapcsolom a rádiómat össze, dugom a rendszert, és tadám! Már működik is. Na. Kérem szépen. És már látható is a szervónál, hogy mi a bibi. És most beállt. Most is. Érdekes, hogyha egy lehellet így mozdítok, akkor már nem áll vissza. Kitérítem kopra. Akkor szó-szó. Hát össze-vissza, mondom én, mind a kettő ilyen. Ez a termikállás. Egy picit íveljük a szárnyat. Itt hál' Isten visszaáll. Viszont a startálásra akartam programozni, hogy a csűrőket fölfelé kitéríteni egy picikét, ami így működik is, csak kikapcsolom és nem áll vissza. Megmozgatom a csűrőket és akkor oké. Akkor visszaáll. Tehát elég érdekes. Jó, hát most mit vár az ember egy 1000 forintos vagy még annyi szervótól. Úgyhogy bár mondjuk azért drágább kategóriában is találkoztam rosszal. Volt egy ilyen sztori, hogy amikor az apogyűjt csináltam, akkor vettem bele két szervót, ami úgy árban azért hát középkategóriának számít, mert olyan 3000-3500 forint volt. Úgy voltam vele, hogy inkább veszek egy kicsit drágább szervót, jó legyen. Hát a drágább szervóból az egyik, az kapásból olyan szar volt, hogy egyik irányba akadozott, meg minden, és iszonyatosan pontatlan volt. De a másik is pontatlan volt, de az van botrány szar volt. És ugye visszavittem a boltba, természetesen nem cserélték ki, így aztán, hát mit tudok mit tenni, vennem kellett egy másikat, ugyanolyan méretű, akkor már ugyanolyan paraméterű legyen, hát akkor legyen egy ugyanolyan ismét. És akkor így kicsit kényelmetlenül éreztem magam, mert láttam a srácon, hogy kicsit így hülyén néz rám, mikor azt kérem, hogy
Ugyan próbáljuk már ki a szervót, mert basszus, hát azért csak szeretném látni, hogy mennyire jó. Úgyhogy, na jó, de hát most 3000 forintért azért legalább annyit legyen már középállás, nem? Na mindegy. Szóval volt ilyen sztori is, de többet jelvért nézzétek. Nem áll vissza. Hát lehet folyamatosan vezetni kell. Na mindegy, meg amit nagyon csípek, hogy most már van, ezen is évelőle mindig is szerettem volna egy ilyet, na most majd kipróbáljuk. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Ha nem repül jól, akkor csinálni fogok egy ilyet. Akkor majd szépen elvegyük a levegőbe, mint egy kis van. Na, szóval ennyi. Itt a tuning wick. És izgatottan várom a berepülést. Remélem, mi hamarabb eljön az a pillanat, akkor eldobhatom. Aztán természetesen arról is lesz majd videó beszámoló. Kíváncsian várom a fejleményeket. Egyébként profilosról egy kicsi szólva a csillapító és az oldalkormány is. Ennek vén egyszerű oka van. Egyszer csináltam egyet, amin profilosra volt kicsi szólva, és picivel kevesebb súly kellett az órába, és sokkal magasabbra ment a modell. A profil szívó hatása miatt ugye nem kellett rá programozni startállást szinte. Tehát egy nagyon minimális kitérés kellett azt az oldalkormánynak, hogy ne álljon később. Ja, mert az igen, az sima, az szimmetrikus profiló volt, viszont a magasságra semmit nem kellett rátimmelni, sokkal magasabbra ment a modell. Úgyhogy itt most ez is van, tehát kíváncsi leszek, hogy hogy fog viselkedni. Amúgy nagyon tetszik meg minden, hát 115 gram lett, könnyebbre akartam, de hát majd lesz valahogy. Reméljük, hogy ez a merevebb szerkezet, esetleg a nagyobb startmagasság, vagy a jobb repülés, ez kárpótolni fogja ezt a kis plusz súlyt. Na de hát a súly nem minden, a belső érték, tudjuk, az a fontos. Na. Szóval, amint lesz valami, találkozunk újra. Sziasztok!